A COVID új mutánsát mutatták ki az Egyesült Királyságban, Kaliforniában pedig úgynevezett rekombináns változatot találtak, ami azt jelenti, hogy két új variáns egyesült. Azt még nem tudják, hogy mennyire veszélyesek. Közben Szlovákia a többi uniós tagországtól kért orvosokat és ápolókat, annyira túlterheltek a kórházak. A koronavírus új változatát fedezték fel az Egyesült Királyságban. A variáns génállománya hasonlít az úgynevezett kenti mutációra, de hasonlóságot mutat a dél-afrikai, illetve a brazil változattal is. Eddig 36 esetet találtak Angliában, kettőt pedig Walesben. Jelentősen emelkedik a fokozottan fertőző mutánsok aránya Németországban is. Két hét alatt 6%-ról 22%-ra emelkedett a kenti variáns aránya a pozitív tesztek között, vagyis hetente megduplázódik, fogalmazott a német egészségügyi miniszter. Szlovákiában rendkívül erős a járvány második hulláma. Lakosság arányosan már itt követelte a világon a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus. A pozsonyi kormány orvosokat és nővéreket kér a többi uniós tagországtól. Csehországot is rendkívül súlyosan érintette a járvány, ám a világ legnagyobb bakelit lemez gyártója nem panaszkodhat. Rekordévet zártunk. Sok ember vásárolt lemezjátszót, lemezeket, mivel otthon kell maradni, nem lehet koncertre járni, mondta a vállalat vezetője, akinek cége tavaly 38 millió nagy lemezt adott el a világ minden táján. Ez pedig már Kalifornia, ahol két új szövetségi oltási központot nyitottak. A hatóságok tervei szerint naponta 3000 ember kaphatja meg a koronavírus elleni vakcinát. A szakemberek azonban attól tartanak, hogy a brit és a kaliforniai COVID-variáns egyesülve új mutánst hozott létre. Az úgynevezett rekombináns változatot egy kaliforniai laboratóriumban fedezték fel. Azt viszont még nem tudni, hogy ez a változat fertőzőbb, illetve súlyosabb lefolyású betegséget okoz-e, mint az eddigiek.